Nyilatkozta a pozsonyi rendőr főkapitány, hogy ők rendet tudnak tartani. De most, hogy elkülönítek a Ferencváros és a szlovák szurkolókat. Először is semmiféle elkülönítésről itt nincsen szó. Én németül megkérdeztem, hogy hova lehet mennem a jegyemmel. Öt barátommal jöttem ki. Elküldtek oda hátra. Ott a kommandósok senkit nem engedtek a bejárat közelébe. Elkezdtek ütni, verni két-három embert. Két-három embert a földre lepofoztak, megbilincselték, és megbilincselve összeverték. Ez így volt. Akkor utána rendeződtek valahogy a viszonyok, beengedtek a leghátsó kapun. Na most mi bementünk a kapun, bementem, odaadtam a jegyemet, innentől idáig a tappancsomig le lettem motozva, oda mentem az egyik kapuhoz, azt mondják, magyar itt nem megy be. Oda mentem a másik kapuhoz, beengedtek, elvették a jegyemet, és utána két kommandós kidobott. És miért? Gőzöm nincs. Bementem a kapun, elvették a jegyemet, fogott két kommandós és kidobott. Ennyi. És most itt próbáltam van nálam egy pakli magyar kártya, oda mentem, hogy adjon érte jegyet. Mert a meccset akarom nézni. Közben benn már ugye folyik a mérkőzés. Benn már folyik a mérkőzés, igen. Gyuriga még mindig, Balog nem jön ki, Dubovszky fejeli el, nem is volt veszélytelem. Erre legközelebb jobban kell vigyázni. A gól király Dubovszky fejese. Vukovics bátortalan, Schneider zavar, és megmentik a labdát, nincs lesz, mutatják, gólhelyzet, ott a szabad ember, kettő is, és Gostić a gólszerző. Óriási védelmi hiba. Beragad a védelem, nem értik meg egymást a játékosok. Három szabad ember is van, és Gostić lő a kapunkba. Lipcsei felé, gyorsabban kell, Schneider. Schneider még mindig ellövi, és nem is volt rossz. Wenzel tenyerelte fölé. Páling, Vukovics vissza Pálingnak, Albertnek hosszú, szekeres, elpattan előle, Wenzel, ez bizony helyzet volt. Lipcsei kézzel viszi el, előtte volt a labda, Péter, ez rutintalan dolog. Klinovszky, övé volt már a labda, és egy megszerzett labdát adott vissza a szlovánnak. Klinovszky még. Jó cselek, nagyszerűen fedezi a labdát. Klinovszky szóló. Ott a szabad ember. Simon, öngól. 2-0. Második félidő, 7. perc. Megint érett, kénytelen vagyok azt mondani. Itt a belőtt labda. Simon, nem Simon. Dubovszky a gólszerző. Timko. Ott van Dubovszky gólhelyzetben, gól! 3-0, és ebben most Balog is benne van. Dubovszky második gólja 2 perc alatt. Közben kommandós osztag támadja meg a ferencvárosi szurkolótábort. A képek önmagukért beszélnek. Nem jó magyarnak lenni most errefelé. Szabadrugás. Már elvégezték. Lipcsei. Gól! 3-1. Egy gyorsan elvégzett szabadrúgás, amikor vállalkozunk, amikor elvállalunk egy helyzetet. Megvan a szépítő gól. Stupala. Ő kapja vissza, már mint a kapitány. Ott a helyzet, Moravec még Balogon átpattan, és gól. Nem is érnek hozzá, 4-1. Elmegy az emberek mellett, megpattanó labda, Gellert kap, és Timko nem ér hozzá, csak a gólvonalon túl. Haraoi, Simont kerüli meg, Dubovszky vissza, előnyszabály, telekre vezetik rá többen is, Moravec középen lép ki, Moravec! Ki fogják állítani Fenes? Kiugró embert lerántott, nem lehet más. Bernát Mihály rendőr alezredes volt a felelős itthonról, Magyarországról az esemény biztosításáért, Kovács István ökölvívó világbajnokunk pedig, mint az egyik ferencvárosi szurkoló járt finnájszínen, ugye jól mondom. Jó. Bernát úr,
Ön a hét elején nyilatkozott a Telesportnak, és elmondta, hogy milyen előkészületek történtek. Többek között azt is, hogy 20 nyomozó, civil ruhás nyomozó részt vesz majd a mérkőzésen, és hogy mikben állapodtak meg a szlovák kollégákkal. Igen. Most hogy látja a helyzetet? Nagyon érdekes most a találkozó lebonyolítása után a mi véleményünk és a mi tapasztalatunk. Mindenképpen el szeretném azt mondani, hogy mi szeptember 11-én a szlovák rendőrség felkérésére látogattunk el Bratislavába azért, hogy az ő kérésüknek eleget téve információkat cseréljünk a mérkőzés biztosítás várható lefolyásáról és a kiérkező szurkolótáborról. Ez mostanában a nemzetközi együttműködésnek egy bevált gyakorlata, amikor a rendőrség vezetői kicserélik a véleményüket és a tapasztalataikat ezekben a kérdésekben. Több dologról esett szó kint Bratislavában a rendőri testület vezetőivel, és miután mi mindenképpen azt szerettük volna, hogy ez a mérkőzés békében és biztonságban történjen, kértük is a szlovák kollégákat, hogy a magyar szurkolók járműveire, magukra szurkolókra is, azok biztonságára körültekintő figyelmet fordítsanak. Erre mi ígéretet is kaptunk kint Bratislavában. Menjünk pontról pontra, azt hiszem, hogy a tények mesdjéjén kell haladnunk. Természetesen. Ön azt nyilatkozta abban a bizonyos beszélgetésben, hogy 4000 szervezett utazóra és pár ezer magyar résztvevőre számolnak. Ezzel ellentétben, ha jól tudom, 32 000 voltak kint a mérkőzésen, és javarészt magyar szurkolók. A mi adataink szerint és a határállomások jelentése szerint összesen 7500 magyar szurkoló hagyta el az országot, több mint 110 autóbusszal és közel 700 személygépkocsival. A vonatok utazók száma ellenésző volt. Akkor nagyon feldúzzadt a szlovák nézők szám, mert átlagosan ezt a pár 5000-en látogatják az információk szerint. 20 magyar civil ruhás rendőr is kín volt. Gondolom azóta ők már hazaérkeztek. Verést kaptak? Nincs róla tudomásunk, minden képségben hazaérkezett, és éppen az események feldolgozásán dolgozik. Ők miről számoltak be? Az elsődleges tapasztalatunk az nagyon vegyes. A szlovák kollégákat felkértük arra, hogy hát az alkalmazásuk során, illetve a tanácsadói közreműködésük során azért az ő segítségüket vegyék igénybe, hiszen ők ismerik a szurkolókat, tudnak velük kommunikálni, le tudják csillapítani azokat a kedélyeket, ami esetleg problémát okozna kint a pályán. Én úgy érzem most az első benyomások után, hogy ezt a lehetőséget a szlovák kollégák nem használták ki, nagyon szétszorva vették igénybe a kint lévő rendőröknek a segítségét. Szintén naptévés kollégáinknak köszönhetően vannak képeink az eseményekről, azonban ahhoz, amit ön hozzátett nekem, miközben nézzük ezeket a képeket, és ön is fogja látni, talán egyetlen egy hozzáfűzni valóban, és azt hiszem, hogy Istvánnak is lesz majd, hogy én nem értek a rendőrszakmai részéhez, ahogy ön mondta, de majd látni fogja, hogy igen-igen durván és keményen léptek fel. Ennek az elejét lett volna érdemes látnunk, hogy egyáltalán mi volt a kiváltó oka a rendőri beavatkozásnak. Erről nincs információ? Ebből nem lehet. Van néhány információnk róla. A szlovák kollégáktól kapott értesítés, illetve tájékoztatás alapján itt egy bedobálás elkövetőjét kívánják kiemelni. Ez szabályszerű rendőri intézkedés, amit most látunk? Ezt én nem tudom megítélni, hiszen ez egy más ország, más rendőrsége, más jogrendszer. Nálunk ez az lenne? Én úgy érzem, hogy a magyar rendőrség az ezeket a rendezvényeket eléggé toleránsan próbálja kezelni, és nem volt példa még ilyen rendőri beavatkozása. István, te kint voltál a helyszínen? Igen, és azt hiszem ezek a képek nem adják vissza teljes életűségében azt, amit mi ott éreztünk a lelátón. Ezeknek a fekete állatos emberek támadásai közben, mert halálszélenne volt itt ennek a több, szerintem volt 10 000 magyar, tehát ennek a 10 000 magyarnak, aki ott kint volt, mert egyszerűen teljesen váratlanszerűen semmiféle előzetes indok vagy atrocitás nélkül megtámadtak minket. Közbevetőleg én kérdeznék valamit.
Te ott a helyszínen láttál kint szlovák-magyar szurkolói összetűzést? Én élőbb, tehát én nem láttam, hogy magyar szurkoló verekedett volna szlovák szurkolóval. Utólag, amikor hazajöttünk és itt megálltunk innen egy üdítőt magyar földön, és bevártuk a Fradi buszt és a többi magyart, ott voltak olyan hangok, akik mondták, hogy azért elkaptunk egy-két srácot, vagy volt valami összetűzés, de nem volt, egyáltalán nem volt jellemző. Tehát egy olyan gyenge kis, hétvégi kis meccs lett volna, ha nincs ez az egész atrocitás, amit ők végeztek, hogy semmi balhé nem lett volna. A szlovák szurkolók nagyon jól el voltak különítve, a kődobáláson kívül semmilyen kapcsolatunk nem volt velük, tehát ők elkezdtek követni. Milyen dobálás? Ja, kődobálás. Ők rendszeresen dobálták a bazaltot, amit letéptek a földről, és ezt dobálták felénk, de ezen kívül semmilyen kapcsolatban nem kerültünk velük. Illetve az, hogy fantasztikusan undorítónak találom, ahogy ők viselkedtek akkor, amikor ezek a feketék megtámadtak minket. Ütötték a magyar embereket borzasztóan, brutális módon, és ezek fölállva olléztak, ünnepeltek, ahogy ütik a magyart. Lehet látni az arcukban, hogy milyen félelembe voltunk tartva. Egyszerűen én 90 percen keresztül semmit nem mertem csinálni. Nem mertem önfeledten szurkolni, nem mertem a pályát nézni, mert nem tudtam, hogy mikor indulnak el éppen a mi szektorunk felé. Ezek roppan gyorsan mentek a beteghez, ez a két ápolónak. Szépen körbesétálták az egész pályát. Ez jellemző volt az egész mérkőzésre. A kiváltókból te sem tapasztaltál ezek szerint? Nem volt kiváltók. Már a mérkőzés kezdett előtt egy órával verték a magyarokat úton, útfélen. Mi bementünk egy étterembe, ahol elfogyasztottunk egy üveg sört, és óriási szerencsénk volt, hogy még mielőtt megérkeztek volna a rohamosztogosok, elhagytuk az étteremet és elindultunk a stadion felé, mert körülbelül két percre rá, ahogy elhagytuk az étteremet, megjelentek sárga autókkal ezek a fekete állarcos emberek, és berohantak az étterembe, és aki ott ült, állt, bármit csinált, aki csak a környékén volt az étteremnek, és esetleges trikolor színű zászlója volt, vagy Fradi zászlója, vagy egyáltalán magyarul beszélt, azt brutális módon megverték. Teljesen indok és ok nélkül. És onnantól kezdve már éreztük, hogy ez itt nem a mérkőzés lesz a fontos. Félve mentünk be a stadionba, ahol még rengeteg verést kapott szinte mindenki, mert már maga az a mód, hogy beengedtek minket a stadionba, az felháborító volt. 3-4 ember löbdösött minket egymáshoz, odalöktek a falhoz, a motozás az egyáltalán nem úgy folyt, mint ahogy nálunk, úgyhogy ezek után nekem gyökerében megváltozott a magyar rendőrségről a véleményem. Nálunk szuper európai módon bánnak a szurkolókkal és a nézőkkel. Ez valami brutális volt, ahogy minket kezeltek. Mondom, a képeket látva nem ebben állapodtak meg. Nem, elmondom, hogy miben állapodtunk meg a szurkolók biztonságára vonatkozóan. Mi kértük azt, hogy kapjanak a szurkolókat szállító autóbuszok rendőri kíséretet a határállomástól a betervezett étkezőhelyekig. Az étkezőhelyek környéke legyen fokozott rendőri ellenőrzés alá vonva. A szurkolókat szállító autóbuszokat elkerített, zárt, folyamatosan rendőri ellenőrzés alatt tartott parkolóhelyeken tárolják. A szurkolókat kísérjék be külön bejáraton, a számukra külön kijelölt szektorokba, illetve a mérkőzés befejezése után ugyanilyen módon vissza az autóbuszokig, illetve autóbuszok kísérését kértük a határállomásokig. Na most meg kell mondanom, hogy ezt a szlovák kollégák készségesen fel is vállalták, tehát mi a saját szurkolóink biztonságát tekintve nyugodtan néztünk a találkozó elé. Önök most fognak valamilyen vizsgálatot kérni, hogy miért változott meg a megállapodáshoz képest az, ami történt? Én tegnap egész nap, illetve az éjszaka folyamán is szolgálatjelben tartózkodtam és kapcsolatban álltam a bratislavai városi rendőrparancsnokság ügyeletével, és folyamatosan kértem tájékoztatást az ott szolgálatot teljesítő tiszttől, hogy közölje az eseményeket, hiszen a mi megállapodásunkban az is szerepelt, hogy a szurkolók mozgásáról éppen a biztonsági intézkedések megtétele érdekében tájékoztatjuk egymást, hogy időben tudjon a szomszéd rendőrség gondoskodni. 21 óráig semmiféle információt ezekről az eseményekről én nem kaptam. 21 óra előtt még olyan tájékoztatást is tudtam adni a rádiótól engem megkereső riporternek, hogy teljesen nyugodt hangulatban, békésen zajlott le a találkozó, hiszen lám ilyen tájékoztatást kapunk a túloldalról.
A határállomáson szolgáltott teljesítő rendőröknek tűnt fel, hogy eléggé megviselt állapotban érkeznek vissza a gépkocsik, és sok a sebesült az autóbuszokon. Ezután kezdtük az oknyomozást, hogy mi történhetett, és ez az oknyomozás még mind a mai napig tart. Nagyon rövid kérdés a végére. Hogyan készülnek a szeptember 30-ai visszavágóra, ha lesz? Ha lesz szeptember 30-án visszavágó, mi körültekintéssel és szurkolói, állampolgári, vagyonbiztonsági kérdéseket előtérbe helyezve a biztonság érdekében készülünk. De konkrét döntés még nem született, hogy milyen különleges intézkedéseket foganatosítanak, hogyha... Nem született ilyen döntés. Én azt hiszem, hogy erre a döntésre akkor kerül majd sor, amikor tisztán látunk a bratislavai események. A tisztán látáshoz nagyon szépen köszönöm.